Európában Magyarországon halnak meg a legtöbben daganatos megbetegedések miatt. 100 ezer lakosból 345 ember halálát okozta a rák 2016-ban hazánkban, derül ki az Uniós Statisztikai Hivatal összeállításából. Ráadásul az egész Európai Unióban a Közép-Dunántúlon volt a legtöbb rákos haláleset, a második helyen Dél-Dunántúl áll. A Szekszárdi Ballassa János Kórház onkológiai osztályát vezető főorvos azt mondja, Tolna megyében és ezen belül Szekszárdon a növekvő betegszám mellett jelentősen csökkent a halálozások száma az elmúlt időszakban. A gyors diagnózis és az új terápiáknak köszönhetően a betegek zöme már mondjuk a 2010 előtt, 2015 előtt majdnem a duplája túlélésük van. Az évente több mint 500 műtétet végző Győri Attila is azt mondja, ma már a daganatos betegség nem egyenlő a gyors halállal, ha ugyanis időben fedezik fel a rákot, ki lehet abból gyógyulni. A leggyakrabban a gastrointestinális tumorok, ez azt jelenti, hogy a gyomor és a bélrendszer daganatait operáljuk. Rendkívül nagy szágban kb. 120-130 esettel bír az emlősebészetünk, tehát az emlődaganatos betegségei. Ez a két fő irányvonal. Kisebb számba, de ugye a kisebb szám az sosem kicsi, mert hogyha csak egy van, már az is sok. A pajzsmirigy daganatait operáljuk, és ezen kívül lágyrész daganatokat operálunk, miliposzarkómát. Glidné Tilman Erzsébet, az egészségfejlesztési iroda vezetője azt mondja, egészséges életmóddal, a stressz kezelésével, a káros szenvedélyek mellőzésével és a rákszűrésen való rendszeres részvétellel sokat lehet tenni a daganatos betegségek kialakulása ellen. Azért nagy a jelentősége, mert a betegségek korai felismerését teszi lehetővé, vagyis még nem vagyok beteg, semmi bajom nincsen, de elmegyek egy szűrésre, legyen az méhnyakrákszűrés, emlőszűrés, tüdőszűrés, vastagbélszűrés, bőrgyógyászati szűrés, szájüregi szűrés is sorolhatnánk, akkor az azt jelenti, hogy hoppá, találtunk valamit, nézzük meg, vizsgáljuk ki, és ha be kell avatkozni, akkor tudjunk beavatkozni minél előbb. Magyarországon évente körülbelül 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos megbetegedésekben.